Azok, akik nem jutnak el a helyszínre, az idén először interneten, a Vajdasági Rádió és Televízió honlapján élőben követhetik a Durindót és a Gyöngyösbokrétát. Az elmúlt évek során mindig sikerült valami újítást bevezetnünk. Idén, köszönve a Vajdasági Rádió és Televíziónak, interneten is követhetik az érdeklődők a kétnapos eseményt, így szombaton déltől, illetve vasárnap délután 4 órától az RTV honlapján megtalálják azt az oldalt, ahol a világ bármely pontjáról nyomon követhetik, hogy mi is történik Tordán. Egyébként az elmúlt évek hagyományához hasonlóan a szombaton délután 2-től 3-ig élő műsor lesz szintén Tordáról, a Durindóról az Újvidéki Rádióban, este 8 órától pedig a Jó Estét Vajdaságban egy szerkesztett külön műsor, ahol ízelítőt próbálunk adni a fesztiválról, a Durindóról, illetve előzetest a Gyöngyösbokrétáról. A szervezőbizottságon kívül még 150 tordai vesz részt a hétvégi találkozó megszervezésében. 116 műsorszám lesz a Durindón, két helyszínen zajlik párhuzamosan a rendezvény. A Gyöngyösbokrétán 34 csoport, 33 vajdasági településről 900 föllépővel érkeznek a csoportok vasárnap. A Durindóra 68 településről 83 művelődési egyesületből jönnek az énekkarok, zenekarok, illetve a szólisták. Televíziós közvetítés után este 9:30-ban a közkedvelt Csík zenekar koncertezik, majd a tordai kötődésű juhász zenekarral hajnalig tartó táncházat tartanak.